Ha egy választási párt indulna Fidesszel szemben, nem egy 6-7 párti koalíció, hanem egy egyetlen egy egységes ellenzék, az én véleményem szerint több szavazatot kapna. Márki-Zay Péter szerint ugyanis vannak olyan nevek az ellenzéki összefogásban, amelyek elriasztják a választókat. A miniszterelnök jelölt úgy látja, vannak olyan már bejegyzett pártok, amelyeket ernyőpártként lehetne használni, és amelyek mögé a többiek beállhatnának. Szerinte a DK-nak, az MSZP-nek és a Jobbiknak vannak ilyen tartalék lehetőségei. Korábban az Inforádióban a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója vetette fel egy választási párt ötletét. A közös listát, ugye mert ez a 6 párt közösen indul, a választáson behúzhatják egy ilyen ernyő alá. A Republikon alapítvány elnöke szerint ugyanakkor, mivel ennek a 6 pártnak komoly bázisa van, egy ilyen lépés majdnem ugyanannyira hátrányos lehet, mint az, ha egyes pártoknak nagyobb az elutasítottsága. Itt is van az Új Világ Néppárt elnöke, miniszterelnök jelöltje, Pálinkás József. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a felvetés, amivel első kérdés az, hogy egyetérte egyáltalán, hogy egy ilyen ernyőpártra, választási pártra lenne szükség? Egy választási párt biztos, hogy többet hozna a Fideszen kívüli világnak. Adódik kapásból a második kérdés, hogy ez a vonat már azért elment. Elment természetesen, több ok miatt. Nem biztos, hogy arról beszélt, hogy holnap után mi történik, vagy most szeptemberben mi történik. Későbbiekben ez a nagyon szép tagolt pártstruktúra valószínűleg nem fog tudni működni Magyarországon, de nem vagyok Zay Péter. Igen, de amikor hangja. Azt mondja, hogy ön is egyetért ezzel, akkor ebben nincs egy picit ilyen, hát hogy mondjam, ellentmondás. Nem, hogy savanyú a szőlő, mert hogy ezt azok a pártvezetők mondják, azok a politikusok, akiknek nem sikerül úgy érdemben közel kerülni mondjuk a miniszterelnök jelölti versenyben a dobogóhoz. Tudom, hogy azok mondják, vagy nem mondják. Én azt mondom, hogy ha van 6 párt, és még néhány, akit kisebb pártok. Lehetne ebből egy sokkal koherensebb, ami azt jelenti, hogy jobban megfelel az ő identitásuknak, mert azért valljuk be, hogy most elég, egymástól elég távol lévő pártok fogtak össze. Hát igen, attól, hogy választási ernyőpárt lenne, attól még a belül lévőknek az identitása ugyanúgy nagyon. Egyrészt, másrészt a magyar politikában ma azért van egy versenyfutás az összefogáson belül is, ezt azért nyilván. Persze. Mindenki. Hát az előválasztás ennek a neve. Volt egy nagyon érdekes Facebook bejegyzésem, nem az első ebben a témában, amin azt mondja, hogy az nem jó, hogyha az ellenzék az elszámoltatással kampányol, úgy fogalmaz, hogy rohanunk a tragédia felé, akkor is, ha börtönnel, lámpavassal, leszámolással fenyegető változást ígérnek, hál' Istennek azért lámpavasat senki nem ígér. Az kétségtelen, hogy börtönt és elszámoltatást igen, ön azt mondja, hogy ehhez képest jólétre és békére, nyugalomra van a magyar választónak szüksége, viszont azért nyilván az ellenzéki pártok azért tartják fontosnak az elszámoltatást, mert ez választói igény is. Van ilyen választói igény, ez kétségtelen, és minden bűncselekmény esetében el is kell járni az igazságszolgáltatásnak. Én arra attól óvok mindenkit, hogy ez legyen a fő téma. Az emberek azért, ha elmegyünk úgy szombat délután itt Budapesten, nem érzem azt, hogy föl kell állni egy hordóra és arra biztatni őket, hogy lázadjanak. Tehát elsősorban a gazdaságra és arra, hogy az átmenet az embereket anyagilag, gazdaságilag ne érintse nagyon súlyosan, mert akkor abból baj lesz. Az emberek nem akarnak zűrzavart, káoszt, és természetesen az emberek azt szeretnék, hogyha nagyon megváltozna a források elosztása. Ez legalább olyan lényeges, mint az, hogy mi történt 2-3 évvel ezelőtt, hogyha bűncselekmény nem történt. Mert ha megnézzük például a magyar vidékpolitikát, 10 éve a magyar vidékpolitika borzalmas. Magyarországon, gondolja el, 11, most már majdnem 12 év alatt a vidék és a központi régió, vagy vidék és Budapest közötti különbség nem csökkent, hanem nőtt. Az egész Európai Uniós támogatási rendszer arra irányul, hogy a
különböző régiók közti különbségeket csökkentsük, hogy növekedjen a megtartó ereje az egyes régióknak. Nem ez történt Magyarországon. Csökkent a megtartó pont ereje. Hát talán nyár elején beszéltünk, vagy tavasszal arról sokat, hogy hány sok-sok milliárdot szám most a vidék fejlesztésére a kormány. Ennek örülök, hogyha ez működő beruházásokban megy, és nem presztízs beruházásokban, mert most is szántak vidékre forrásokat, csak a probléma az, hogy ha megépítenek egy low wellness-t, mondjuk valahol ott Szabolcsban, akkor az a pénz az nem ott hasznosul, hanem annál a vállalkozónál, aki kiássa a nagy gödröt, ami majd beleteszik a melegvizet és beleállítják a lovakat, aminek jelzem egyébként semmi értelme nincs. Jó, ezt nem tudjuk, hogy a versenylovak rehabilitációjánál ez akár még szakmailag lehet indokolt is. Most én tudom, hogy az ellenzéknek ezt így könnyű kiemelni, de... Na jó, viszont amikor azt mondja, hogy a középosztály a polgári jogközép nélkül nem lehet leváltani ezt a kormányt, hol van ez a társadalmi réteg? Mert hogy rájuk hivatkozik, viszont nem látjuk őket. Igen, ez a társadalmi réteg az, amely legnehezebben mozdul meg, mert félti az egzisztenciáját. Tehát olyan helyzetben van, hogy ő most a mindennapi életében nem zavarja nagyon az, ami történik. Nem jön fekete autó, nem kell naponta részt venni valamiféle összejövetelen, ahol dicsérő szavakat kell mondani, tehát hogyha meghúzza magát, akkor megvan. Sőt, jól is jár vele, mert ugye minden támogatás a középosztálytól felfelé jár. Egy kulcsos adó, családtámogatás. Ezért beszélek én a középosztályról, és egy kiszélesített értelemben vett középosztályról, amelybe bele kellene tartoznia a középiskolai tanárnak, vagy a tanárnak bele kellene tartoznia. Most már talán bele tartoznak az orvosok, de bele kellene tartoznia, hozzáteszem az ápolóknak is, és mint azoknak, akik főképp a vállalkozóknak, vidéki vállalkozóknak, akik autonóm módon tudnak dönteni abban, hogy kit szeretnének a kormányban, vagy kiket szeretnének, hogyha az országot irányítanák. Ezt a réteget nem nagyon szólítja meg, mert valóban a nagyon jólétben élők sok kedvezményt kaptak, de a járvány alatt is, mondjuk Baranyában, Borsodban, az emberek borzalmas körülmények között. Mennyire szolidáris ez a középosztály? Kérdezem azért, mert hogyha tényleg arról van szó, hogy a nagyon leszakadóakat szeretné segíteni egy új kormány, akár nyugdíjakban, vagy a bérből és fizetésből élő, legalacsonyabban élő részeit, akkor ott a középosztálynak is zsebbe kell nyúlnia, és például egy több kulcsos adónál lehet, hogy neki kevesebb bevétele lesz. Ez a középosztálynak a felső rétege biztos, hogy a zsebébe tud nyúlni. De akar? Ezt nehéz megmondani. Én azt szeretném, ha akarna, és mondom nekik, hogy akarjanak, mert ha a társadalom olyan mértékben szétszakad, amilyen mértékben most már látszik Magyarországon, vagy amilyen mértékben látszik Brazíliában és egyéb helyeken, akkor ennek a felső középosztálynak majd kamerát kell szerelnie mindenhova, és az ő életét is pokollá fogja tenni az, hogyha a társadalmat ennyire szétszakítjuk. Mi értelme van kétszer olyan jachtot venni, ha attól kell félnie, hogy valaki azt megrongálja, hogyha egy ilyen ennyire... Jó, hát lehet, hogy Horvátországban azért ettől annyira nem kell hát félni. Hát akkor nem tudom, milyen csicsás autóját fogják. Ha azt mondja, hogy érzi azt, hogy mit akar a társadalom döntő része, akkor mivel magyarázza azt, hogy igaz egy korábbi, még júniusi közelménykutatásban, de önt 5% alatt mérték a miniszterelnök jelöltek versenyében, és az Új Világ Néppárt támogatottsága gyakorlatilag kimutathatatlan. Én nem vagyok elég ismert a politikában, későn is léptünk be ebbe a versenybe, de azt gondolom, hogy ha 3%-ot, ha 5%-ot tudunk megszólítani, az is fontos lehet ahhoz, hogy változás legyen, mert mindannyian változást szeretnénk, és ahhoz, hogy változás legyen, és ez a nevezük középosztálynak, higgyen abban, hogy olyan kormányzás lesz, amelyben az ő értékei és érdekei is ott vannak, ahhoz hinniük kell abban,
hogy bekövetkezhet a változás, és úgy fog bekövetkezni a változás, ahogy az nekik is jó. Karácsony Gergely, Dobrev Klára vagy Jakab Péter, hogyha ők jutnak be a második fordulóba, akkor az ön híveit kiknek, kinek a szavazatára biztatja, tehát hogy kire voksoljanak? Majd beszélünk erről akkor, hogyha eldőlt ez a... Hát ez eléggé így tűnik, hogy ez lesz a hármas befutó. Meglátjuk. Van már egy név a fejében? Nézze, az ember a versenytársairól... Jót lehet mondani, jót lehet. Jót lehet mondani. Én azt gondolom, hogy van köztük olyan, akire azt tudom mondani, hogy szakmailag... És majd akkor mondja is. Majd biztos mondani is. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk.